2012-ben a tulajdonos halála után a fiára szállt vissza a cég. Hát az épület az maga megépült 1996-ban, és utána 2012-ben épült meg hátul a feldolgozó, egy fejlesztés, új prés, stb. Raktár. És 12 után, a halála után a Feri bácsinak elindult egy ilyen kis lejtmenet, és hát 2018-ban kértek fel arra, hogy borászkodjak itt, és én már korábban is dolgoztam együtt a Feri bácsival, egyszer egy írsait készítettem neki a 11-ben, amivel a Magyarország borvasány egy külön díjat nyert, és akkor az öreg Feri bácsi azt mondta, hogy hát valahogy dolgozom együtt, csak én másik borászatban dolgoztam, és mondtam, hogy nem tehetem meg, hogy két helyen dolgozom történet. Na és akkor a lényeg az, hogy az életem is úgy alakult, hogy közben ide csak beköltöztem ebbe a pincébe, mert a Ferinek kellett volna, nekem kellett volna hely. Fölkértek egy nagy munkára, egy 100 000 palackos pezsgőházat kellett volna megépíteni. Yeah.
Asszáj, tudom Pepét hallani. Ekkor. Hányan vannak? Négyen. Nem, itt vannak többen. Hatan. 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 Hatan.